Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ma este itt a Pest Szent Imrei Közösségi Házban. Nevem Halász Alexandra, és ma a Víz Yang Tigris évéről lesz szó. Mit hoz ez nekünk, mi várható? Sokan, akikkel már találkoztam a Feng Shui kapcsán, hallhatták a nevemet, ugye ez a kicsit tőlünk sem annyira idegen kínai térrendezési elveket takarja, úgyhogy én az ötelem tanáról szeretnék egy kicsit beszélni, hogy kinek-kinek a születési elemének megfelelően, hogyan lehet otthonosabbá tenni az otthonát, ebben az évben speciálisan, ami most a Víz Yang Tigris esztendője lesz. Legalább 25 éve tartok előadásokat különböző helyeken, köztük itt a Pest Szent Imrei Házban is, meg nagyon sok helyen máshol is. Ugye a pandémia során megszűntek az élő előadások, akkor azt találtam ki, hogy ezt pótlandó videókat fogok készíteni két hetente, gyakorlatilag kínomban. Viszont ez olyan sikeres lett, hogy azóta se hagytuk abba, és most már 54 darab videót toltam fel így a ismert videó megosztó csatornára, és valószínűleg ennek is köszönhető, hogy itt is ilyen szép létszám van jelen, úgyhogy nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, akivel már személyesen is találkoztam, és azokat is, akik most merészkedtek először ide, vagy akár az én közelembe, nem tudjátok, hogy hova csöppent. De remélem, nem fogtok csalódni. Itt ebben a klubban és hasonló helyeken a tegező formulát szoktuk használni. Kérek engedelmet azoktól, akikkel még nem találkoztam, hogy tegeződhessünk itt ma este. Jó, csak az egyszerűség kedvéért. Köszönöm szépen. Ez természetesen kölcsönös. Lehet kérdezni, közbeszólni, okvetetlenkedni. Tetleges bántalmazást kérem előzni, de egyébként mindenféle módon lehet velem felvenni a kapcsolatot, akár itt, akár utólag is, e-mailben, Facebookon, bármilyen formában lehet, én vagyok. A téma természetesen, mint mindig, ezúttal is óriási. Én szeretném, hogyha egy időben azért beleférnénk. Emlékszem rá, egyszer Kecskeméten ránk zárták a műfázat, mert kicsit belejöttem a témába, és a gondok hazament, mert azt hitte, hogy már rég mi is, csak itt. És nem mentünk haza, mert éppen egy meditációt, az csönd volt. Úgyhogy ki kellett mászni az ablakon. Itt ez nem fog megtörténni, mert nem olyan egyszerű kimászni, úgyhogy igyekszem tényleg időben befejezni, de csak azért mondom, hogy volt már ilyen. Tehát belelovallom magam egy tévába, akkor bármennyit tudok róla beszélni, úgyhogy nyugodtan lőjetek le, ha hosszú vagy unalmas, vagy egyéb adatátviteli zavarok lennének. Szóval, ugye kínai holdúj év a témánk. Tudjuk jól, hogy már aki esetleg hallott erről, hogy ez egy mozgó dátumú új esztendő, kicsit olyan, mint nálunk a húsvét, tehát a holdfázisokhoz köthető, és ezért nem fixen úgy jön ki, mint mondjuk a karácsony vagy a szilveszter, amihez egyébként rendkívül hasonlít, nincs ez annyira messze tőlünk, mint amennyire hiszük. Ugye Chun Ye a neve, és kicsit olyan, mintha összekötné a nálunk szokásos karácsonyi szilveszteri ünnepkört, amit egyébként mi is össze szoktunk kötni. Ugye Kínában ez kapásból 15 napos ünnep. Ami azt jelenti, hogy legalább egy hét ebből munkaszüneti napnak számít. De ha belegondolunk, hogy mi is ki szoktuk venni a két ünnep közét, legtöbb munkájánként ki is adják, tehát ha kell, ha nem, ki kell venni. Mások meg, ha megtehetik, akkor... Tehát gyakorlatilag a fűsenő a két ünnep között, ez a lényeg. Itt nálunk sem, hát gyakorlatilag ott sem. És a szokások is erősen hasonlóak ahhoz, mint ami nálunk szokás karácsony, illetve szilveszter táján. Összejön a nagy család, megajándékozzák egymást. Szokás ilyenkor pénzt adni, ilyen kis szerencsehozó piros borítékokat, vagy egyébként ilyen szerencsevarázslatos tárgyakat. A világ legbabonásabb népe valószínűleg, tehát ezt ki lehet róluk jelenteni. És szokás ilyenkor hagyományos ételeket enni, ugyanúgy, mint nálunk karácsonykor, édességet, illetve olajos magvakat. Hát ez olyan, mint nálunk a karácsonyi mézes dió, hogy az új esztendő az édes legyen, és bőségben gazdag. És ugyanúgy vannak szokások, mint nálunk a fényekkel és a hangokkal kapcsolatban, tehát lampionokkal díszítik ki az otthonukat, meg az utcákat, tűzijáték van, petárdáznak, hát ezt nem annyira szeretjük itt Pesten, de mit agadás onnan származik. Van néhány olyan babonaság, szokás, ami szintén megtalálható nálunk, magyaroknál is, meg náluk, és például, hogy szilveszterkor ne takaríts, ne mos, ne söpörj ki semmit a ajtón kívülre, ne vidd le a szemetet, mert akkor azzal a szerencsét is kiviszed. Ugye ezeket úgy ismeritek, tehát nálunk is vannak ilyen szokások a szilveszterrel kapcsolatban, illetve ahogy töltöd, amilyen kedvel töltöd, olyan lesz az egész éved,
tehát ilyenkor mindenféle szerencsehozó dolgot csinálnak arrafelé, illetve hát kerülni kell a veszekedést, azon belül az anyóst különösen, mint rizikófaktort, mert különben az egész év veszekedős lesz. Ami talán eltérő szokás lehet az az, hogy a színekre odafigyelnek, tehát ilyenkor a sárga meg a piros, a narancs színek, mint amilyen mondjuk a te öltözéked, az kifejezetten szerencsehozónak számít, és a négyes számot nem szabad kimondani. Tehát mert kimondva, az nagyon hasonlít a halálszóhoz, tehát balszerencsét hoz, tehát a négyes semmi esetre sem. Nyilván ezt az ünnepet nem csak Kínában ülik meg, hanem Japánban is, Koreában is, Vietnámban is, nagyon sokfelé. És erre felé előfordul, Szingapúr, stb. Előfordul, hogy nincs is négyes házszám. Mert az, mint egy Amerikában 13-ast kerülik, én nem akartam elhinni, hogy New Yorkban ez igaz, tehát nincs 13. emelet, és tényleg nem volt. Tehát volt 12 per A, meg 12 per B emelet, és aztán volt a 14. emelet a szállodában. Na hát ugyanígy keleten ezt a négyest kerülik hasonló erőteljesen, mert hogy balszerencsés számnak számít. Na most a kínai asztrológiának megint csak egy igencsak sok ezer éves múltja van, és egy picit ezzel kapcsolatban beszélnék róla, hogy mi is a ottani úgymond teremtés mítosz, tehát hogyan képzelték el a világ keletkezését, ez csak azért, mert a témánkhoz illik. De azt mondják, hogy kezdetben vala az ős tökéletesség. Ennek a szimbóluma a kör. A kör, mint a legtökéletesebb önmagába záruló forma, ami magába foglalja mindent. Tehát kezdetben vala az ige, ha úgy tetszik. Az ős tökéletesség. Majd beindult a teremtés egy pillanat alatt, és létrejött a sötét és a világosság. Ugye? Legyen világosság. Megjelent a sötét és a világos, a polaritások világa, megjelent a férfi, illetve női energia, még az ember nem, de maga a yin és a yang kettőssége az megjelent, és ez a két ős elv mozgásba lendülve létrehozta az öt ős elemet. A tűz, a víz, a föld, a fém és a fa. Ez az öt őselem. Tehát yin és yang, és azon belül az öt őselem, majd az öt őselem is táncba kezdett egymással, és teremtő táncukból, nászukból megszületett a 10 000 dolog, vagyis maga a világ, ideértve az embert is, az állatokat, a tárgyakat, a növényeket, mindent, ami minket körülvesz, létrejött, ezért aztán minden, ami bennünket körülvesz, az valahol az öt őselemnek a lenyomatát viseli magán, illetve azon belül a yin és a yang principiumot is. Ez miért érdekes? Azért, mert hogyha visszafele megyünk ezen a folyamaton, akkor újra el lehet érni az ős tökéletességet, már szóval a megvilágosodás. Tehát, hogyha az ember harmóniába hozza először az öt őselemet, akár saját magában, ugye ezen alapszik a kínai gyógyászat, ha esetleg valaki foglalkozott ez az öt elem alapú táplálkozással például, vagy az öt alapízzel a gasztronómiában, tehát nagyon sok minden erre megy vissza. Tehát ha ebben megteremted a teljes harmóniát, a yin és a yang terén megteremted magadban a teljes harmóniát, akkor az ős tökéletesség állapotában juthatsz vissza, a megvilágosodás állapotában. Na most ez egy hatalmas filozófiai rendszer, és annyira nincs messze tőlünk, ha így belegondoltok, hiszen valahol mi is keletről jöttünk, és talán emiatt lehet az, hogy ha a feng shui-ról beszélek, illetve látok egy-egy lakást, akkor nagyon jellemző, hogy az emberek ösztönösen a megfelelő helyekre teszik a dolgokat, illetve kinek a születési őselemének megfelelő környezet veszi körül. Tehát ha látok egy lakást, akkor beszoktam tippelni, hogy milyen elemű az illető, a születési elemét illetően. Hoztam néhány táblázatot, amiből kikereshetitek, hogy ki milyen születési elemű. Nyilván, ha már úgy lett meghirdetve, hogy személyesen kinek mit mond az új év, akkor ezt tényleg gondoljuk is komolyan, úgyhogy azért ki lehet lesni belőle, hogy ki melyik őselemnek a jegyében született. Tehát magyarul is mondjuk, hogy valaki elemében van. Ugye? Elemében érzi magát. Na hát ezt szó szerint kell venni. Tehát, hogyha a saját születési elemének megfelelő anyagok, színek, terek, tárgyak, tevékenységek veszik őt körül, akkor szó szerint elemében fogja magát érezni. Na most az öt őselem az nem csak önmagában létezik, hanem egy hallatlanul dinamikus viszonyítási rendszerben is. Nem akarom nagyon bonyolítani. Lehetne. Tehát ez tényleg lehetne, de miután tényleg az időnk limitált, ezért csak nagyon röviden, hogy ezek bizonyos kapcsolati rendszerben lesznek egymással. Tehát van egy kör. Már legalábbis én ezt körnek szántam. Tehát ez a kis csálé dolog, ez egy kör akar lenni, ez egy teremtő vagy tápláló kör,
A tűz táplálja a földet, hiszen a hamujából ugye föld lesz. A föld táplálja a fémet, hiszen ércek születnek a föld mélyében. A fém táplálja a vizet, hiszen lecsapódik a pára a fémfelületeken, ott víz keletkezik. A víz táplálja a fát, ugye ezt nem is kell magyarázni, hogy hogyan. A fa pedig a tüzet táplálja. Ugye ezek így körben támogatják egymást, ha viszont megfordítod azt a kört, akkor létrejön a pusztítókör. A fa felszívja a vizet, a víz megrozsdásítja a fémet. A fém, mint ekevas, fölhasítja a földet. A föld, ha rászórod, akkor eloltja a tüzet, és a tűz pedig elégeti a fát. Tehát így akkor egy pusztítókör jön létre. Tehát azt is érdemes lesz majd megnézni, hogy a te születési elemed, majd ha mindenki meg tudja lesni, akkor a most kezdődő vízelemmel milyen viszonyulási rendszerben van. A támogató körben van, vagy a csökkentő körben. Tehát én például víz-yang vagyok, tehát speciál ez a születési elemem, tehát remélhetőleg ebben az évben elememben leszek. De ha mondjuk te faelemű vagy, akkor a mostani év téged támogat. Ha tűzelemű vagy, akkor lehet, hogy nem mindenben fogsz hátszelet kapni az álmaidhoz ebben az évben, hiszen a tűz az, tűz és víz, az magyarul is mondjuk, nem barátok. Na szóval, kicsit a száraz részen így átvergődtünk, szerintem ennyi elméleti alap bőven elég hozzá, és utána fogok beszélni az ötöselem egyes tagjainak a tulajdonságairól, mert innentől lesz izgi a dolog. És szerintem sokan ráismernek majd magukra, vagy akár messziről ismerőseikre. Csak egy kicsit ráhangolódjunk erre, hogy milyen az ötöselem, Yin és a Yang közül. Nézzük ezt a... Talán szerintem Szingapúr lehet, vagy valamelyik ilyen erősen Kína közeli nagyvárosnak a partvidéke. Láthatunk rajta magas toronyházakat, felhőkarcolókat, illetve ilyen nagyon kis színes, tradicionális pagodákat. Ugye melyik a Yin és melyik a Yang szerintetek? Egy érzésre. A felhőkarcoló a Yang bizony, és ezek a kis színes pagodák, ezek a Yin őselvnek a képviselői, teljesen elütnek egymástól, ha ránézünk. Miért? Mert mik a Yang tulajdonságok? Egyenes, feltörekvő, szilárd, száraz, kemény, racionális, balagyféltekés, férfias, még tartozhatnak még ide, harcos. Nagyon sok tulajdonsága van a Yangnak. Milyen a Yin? Lágy, nőies, kedves, elfogadó, ívelt formájú, színes, puha, édes. Ugye ezek inkább Yin tulajdonságok. Ha a saját testedet megnézed, akkor a testeden is megvan a Yin és a Yang kettőssége. A befogadó az a Yin, tehát például a tenyered, a tested előső fele. Yang az a kemény rész, ugye a kézhát, vagy a hátad. Ugye a lábaknál ez megfordul, a lábaknál a puha lágy rész itt van hátul, ez a Yin oldala. A combi rész ez a Yang, a térdel, ami ugye akár támadhat is. Tehát még a testünkön belül is megvan ez a kettősség, és szervekre lebontva is, hogy melyik Yin és melyik Yang. A lényeg, hogy egység van, a két ősev nem támadja egymást, és nem is verseng egymással, köszönöm szépen, hanem kiegészítik egymást, és hogyha harmonikusan működnek, akkor azzal vissza tudunk térni az ős tökéletességnek az elvéhez. Tehát ezen a kikötői tájképen is nagyon jól lehet látni, hogy színes, ívelt, fából van, természetes alapanyagokból, ilyen kis aprólékos, ez bizony egy Yin épület, és ezek a magas, feltörekvő, fehér vagy szürke, ilyen fém épületek, fém és beton épületek, ezek meg erősen a Yang őselvet képviselik. Egyébként külön-külön egyikbe se lehet lakni igazán jól, ha belegondolsz. Tehát elég, ugye, hogy nem igazán harmonikus, külön-külön valamelyik. Egyébként jellemző, hogy a pagodáknak miért kellett ilyen íveltre megcsinálni az ereszét. Ugye ez nagyon jellegzetes keleten. Egész keleten egyébként, nem csak Kínában. Ugyanis úgy tartják, és ebben lehet valami, hogy az energia, ami az életünket meghatározza, és mindent átjár, ugye ott úgy nézik, hogy csí, az nem szeret egyenes vonalba közlekedni. Hogyha egyenes vonalban halad, akkor begyorsul rajta, bevadul, és veszélyessé válik, ártó energiává válik, mint egy kilőtt nyíl olyan lesz, és emiatt kerülendők ezek az egyenes vonalak. Ezért kell, hogy a eresz így ívelt legyen, hogy ne az legyen, hogy megszalad rajta az energia, és így nyakon csapja az alatta elhaladó embert, hanem így vet egy huppot, és nem támad rá, úgymond ez a sáj, ez a negatív energia az emberekre. Ha belegondoltok, itt Európában az organikus építészet vette át ezt az elvet. Ugye? Antonio Gaudí például.
ha mondhatok, hogy Hundertwassert, ők mondták azt, hogy az egyenes vonal meg a derékszög az ördög találmánya, és mint ilyen rendes építész a szivatalból kerüli. Én egy pesti bérházban lakom, abszolút a Gaudi elvek alapján épült, egy darab derékszög nincs a lakásban, sem egyenes vonal, ez onnan derül ki, az ember fönt elindítja a tapétát, és mire leérsz a tapéta csíkkal, már 2 centi híja van. Mert akárhol megméred, sehol nem ugyanannyi a távolság. A legmókásabb az, amikor polcot akar az ember szerelni, és kiderül, hogy sehogy nem tudod rátolni a falra, mert úgy mindig eláll valahol. Egy zseniális asztalos kellett hozzá, aki egy egyenes polcot tudott nekem a görbe falamra herkenteni, befaragta. Tényleg fantasztikus munka, de ugyanígy az ajtóm is ilyen, kiderült, hogy nem derékszűgű az ajtónyílás, se. Tehát hiába vettem új ajtót, hát nem, tehát ez úgy nem annyira. De jött az asztalos rác, befaragta, és hogy így csukódik, úgyhogy, de ez tényleg ez kézműves munka, tehát minden elismerésem az övé. Szóval az ívelt formák, a természetes anyagok, ezek szolgálják inkább az életet. Az egyenes vonalban terjedő energia az túlságosan erős, túlságosan direkt, túlságosan a yang minőséget hordozza, és megint csak a belegondoltok, hogy milyen társadalmi beállítottságok szeretik, milyen társadalmak szeretik az ilyen egyenes, széles sugárutakat, ahol ilyen jól lehet menetelni, meg felvonulni. A diktatúrák szeretik az ilyet, ugye? Ahol úgy... Tehát nem az életről szól. Az élet természete, hogy ívekben és kacskaringókban halad, organikus módon, nem nyílegyenesen A-ból B-be. Hogyha megnézitek az állatok ösvényeit, vagy akár az emberek ösvényeit is, ha az természetesen alakul ki, az sose egyenes. Tehát mindig van benne egy-két kacskaringó. Ilyen ok nélkül látszólag, még az állatok ösvényeiben is mindig vannak benne ívek, tehát sem nem tud meg begyorsulni. Jó, az autópályán a halálkanyarokra. Ugyanez. Tehát hogy ne egyenes szakasz, begyorsul, nem vesz észre, hogy mennyire, és puf, a kanyarba ki lehet sodródni, ha egyszer csak van egy kanyar. Tehát ezek elég ősi elvek, de mind a mai napig működnek. Ugye ezt mondtam az energiáról, erről a bizonyos csíről, ami természetesen az ember testében is kering. Ugye erről szól az akupunktúra, akupresszúra, nagyon sokféle masszázs, mokszakkezelés, stb., ami a testben keringő meridiánokkal foglalkozik. És azt mondja, hogy itt is úgy kell áramolni az energiának, mint ahogy az a lehető legjobban előfordul a természetben. Tehát, hogy minden szervhez ideális mennyiségben jusson el, sem túl kevés, sem túl sok. Ha valahol góc lesz, megakad, felgyűlik, az ugyanúgy probléma, mintha pangás van. És ugye nyilván az egyik helyen felgyűlik, feldugul, akkor a következő ponton lesz pangás. Tehát, hogyha megmasszírozzák a megfelelő ponton, akkor lehet, hogy éltél már ilyet át masszás során, hogy meggyűrköztek, és így zoom, egy ilyen forróság elöntött, és úgy érezted, mondjuk a nyakadat, válladat megmasszírozta valaki, és egyszer csak úgy beforrósodott a fejed. Volt már ilyen élményed? Tehát akkor így beindul a csí, az a bizonyos blokkolt energia, amit ott kimasszíroztak a nyakadnál. Tehát nincs ez annyira messze tőlünk. Nagyon-nagyon egységesnek tekintik a minket körülvevő teret, és a bennünk levő teret, a külső természetet, és az emberi természetet. Most azért akárhogy is veszük, a feng shui-nak is, mármint a modern megreformált változatának 3000 éves a múltja. Tehát ez a modern is megreformált, ez 3000 éves. Elég régi kultúráról van szó. Na, picit nézzünk néhány példát az őselemekre, amiket így kivágtam ilyen lakberendezési magazinokból. Néhány többé-kevésbé elrettentő példa lesz. Nézzétek meg például ezt a szoba belsőt. Most túl azon, hogy úgy néz ki, mintha egy sorozatgyilkosság helyszíne lenne. De tényleg borzasztó ez a falfestés. Szerintetek melyik elem teng túl benne? Így ránézésre érz, tűz. Túl sok a vörös, a piros, a tüzes szín. Bizony. Van benne fém is, ezek a kacskaringós asztalok meg székek. De mi hiányzik belőle? Például a fa. Ugye a fának a zöldes tónusai, anyagai, az organikus formája, azok bizony teljesen hiányoznak. Nem egy harmonikus látvány erre a lakás belsőre ránézni. Aztán nézzük ezt a másikat. Ugye? Itt elég sok fehér felületet látunk, illetve fekete modern fémbútorokat. Ez egy erősen fém hangsúlyos szobabelső, vagy lakásbelső. Ugyanis a fémnek a színei ezek a fémes, világos, kicsit metálos árnyalatok, a fekete az a víznek a színe, de innen is teljes mértékben hiányzik a fa. Mennyivel jobb lenne ez a lakás belső, ha mondjuk lenne egy cserepes virág valahol? Csak egy szobapálma, valamilyen irodai kúszóka vagy akármi, már sokkal harmonikusabb benyomást keltene,
És még valami hiányzik, a tűz, ami egyébként egy parányi pötty formájában megjelenik. Itt van ez a piros kis valami itt a falon, látjátok? Na most, ha ezt így letakarnám, mennyivel sivárabb? Ugye? Tehát még egy ilyen apró pici foltocska is, mint a tűzelemnek ez a megjelenése, fel tudja dobni ezt a szoba belsőt. Aztán nézzünk egy másik tűz hangsúlyos szobát. Ugye ez megint nem a harmóniáról szól, ezt szerintem kevés ember találná harmonikusnak. Egy ennyire hupisárga, napsárga. Ugye ezek a tűznek a színei, ezek a nagyon-nagyon élénk sárgák és narancs árnyalatok. Itt megjelenik a föld a négyszögletes formában, és ebbe a natur padlóburkolatban, amilyen barnás drapokker, venge, csajok, tudjátok milyen színek ezek? Férfiak számára barna felületeken. Látjuk, hogy ez a földnek a színe, na innen mi hiányzik nagyon, melyik elem? A faelem szintén egy kis némi növénykompozíció van, de ami nagyon hiányzik, az a vízelem. Ugye? Tehát megint csak nem az ötelem harmóniája. Mennyivel másabb ránézni erre a szobabelsőre? Ugye sokkal harmonikusabb benyomást kelt. Megvan a már említett földbarna, megvan a fa, mint alapanyag ennél a kis asztalnál, hiszen ez egy ilyen nádasztalka. Megvannak a fémnek a fehér háttere. A tűznek a piros párnák felelnek meg. És fém is akad, itt ezek a fém bútorok itt hátul. Tehát itt megtaláljuk az ötös elemet, nem teljesen harmonikus essen, de mégis mennyivel békésebb ránézni, ugye, egy ilyen lakás belsőre. Ez pedig egy borzasztóan úgymond vizes lakás, egy üvegpadlót készítettek rá, mintől az az érzésed lesz, hogy belépsz és bokáig vizes leszel, tehát ugye, trükkös, ugye? Kicsit olyan, mintha vízben állna az egész. Itt megvan a fa, megvan a víz, megvan a fém, és a föld az, ami erősen hiányzik. Tehát én bizony tettem volna valami sziklakompozíciót, vagy egy ilyen nagyobb cserepet, amiben ez a pálma lehet, hogy harmonikusabb legyen az összkép. Rengeteg példát tudnék erre hozni, de biztos, hogy kezditek ti is érezni, mire gondolok, amikor erről beszélek. Tehát egy idő után az ember egész más szemmel kezdi el látni ezeket a dolgokat. Mondom, rengeteg példát hoztam, de szerintem ennyiből is érzitek, hogy mire gondolok. Amikor feng shui tanfolyamot tartok, akkor az szokott lenni az első nap után a házi feladat, hogy otthon nézzél szét, és csinálj egy ötelem kompozíciót. Egy ilyen kis A4-esre ráférő méretben. Tehát rakd össze azokat a tárgyakat, amiről úgy érzed, hogy ha összeraktad, akkor az az érzés, mert ez egy érzés, hogy harmónia van, az ki tud alakulni. És akkor mindig hozzák a népek másnap a kompozíciójukat, és akkor tök jó pofa, mert pingponglabda, egy öngyújtó, ez mindenféle tárgyak így együtt. És azt szokták elmondani az emberek, hogy azt hiszik, hogy ez a feladat könnyű. És otthon elkezdenek rakosgatni. Nem jó, túl sok a tűz, akkor mi legyen helyette? Á, egy kinder figura. Á. Tehát, hogy mennyire bíbelődős. De ha arra gondolsz, hogy mennyire nagy hagyománya van nálunk például a karácsonyi asztaldísznek, vagy a húsvéti asztaldísznek, ami tulajdonképpen ugyanez, hogy ott van az a gyönyörű asztaldísz, és attól jól érzed magad, hogy jó köré leülni, kifejezi az ünnep szépségét, békéjét, hogy nincs ez olyan messze tőlünk, rá lehet erre hangolódni, és ha ráhangolódsz, akkor rá is érzel, és egy idő után azt is észre tudod venni, mi hiányzik valahonnan. Tehát egy kicsit az ember saját ilyen úgymond lakberendező ösztöne, az ki tud ettől éleződni, és itt jön be a kép a következő trükk, ez a bizonyos születési elemed. Saját tapasztalatom is körülbelül ezt mutatja egy a feng shui-val kapcsolatban, hogy a legtöbben, akik tőlem így tanácsot kérnek, azok földeleműek szoktak lenni, mégpedig azért, mert a földeknek fontos a föld, vagyis az otthonuk, és az otthonnak a kényelme, és körülbelül hasonló az arány. És általában mindig tűzből van a legkevesebb, mert a tüzek hajlamosak arra, hogy kíváncsiságból mindenbe beleugorjanak, de igazából őket a kíváncsiság és a kaland motiválja, nem pedig a kényelem és az otthon. Nagyon érdekes, teljesen más karakter. Jó, tehát ez a születési elemre vonatkozik. Na most a születési elem arról árulkodik, hogy te mennyire vagy elemedben. És picit nézzünk néhány kulcsszót ezzel kapcsolatban. Mit lehet ezekről az őselemekről tudni? Nem, mintha nem tudnám fejből, csak miért puskázhatnék, ha egyszer már nem vagyok diák. Tehát, milyen kulcsszavai vannak? Hát kezdjük a tüzekkel akkor, ha már az előbb kezdtük. Mindegyik őselemnek van egy jellegzetes mozgása. Ugye a tűz az mindig felfelé lobog. Már csak ilyen a természete. A fa az lefelé és felfelé szép lassan növekszik. A fém az előrefelé csap, mint egy kard mondjuk.
A föld a statikusan ott marad, ahol van, és a víz pedig lefelé szivárog, tehát mindig lefelé folyik. Ez különböző mozgásformák. Tehát a tüzekre jellemző, hogy mindig felfelé lobog, nagyon tudnak lelkesedni, új eszmék, új dolgok, amiket ki lehet próbálni, új ételek, új receptek megfőzése, új ismerettségek. Nagyon-nagyon a szeretet motiválja őket, és a sztárvilág tele van tüzekkel. Nagyon sok van közöttük, mert igénylő sokan figyeljenek rá. Lehet, hogy rühes szerepelni. Nem azért lett színész, mert imád szerepelni, hanem azért, mert azt akarja, hogy 500-an lássák és tapsoljanak neki. Tehát a tüzeknél egy óriási csapda tud lenni az, hogyha szeretetért beáldozzák mondjuk a magánéletüket, vagy szó szerint kiégnek. A lelkesedésük futótűzként tud terjedni, és nagyon tudnak másokat motiválni. Nagyon jó trénerek, ilyen lelkesítő emberek, edzők tudnak válni a tüzekből. De nagyon fontos, hogy a tűz nem tudja a saját energiáját fenntartani, tehát őt mindig biztatni kell egy kicsit, táplálni kell a tüzét, mert hamar ellobban a szalmaláng, és hamulatizó parázs lesz belőle, és gyakran önmaga ellen fordul, önmagát kezdje rágni, égetni. Egyébként nagyon gyors, nagyon sziporkázó, nagyon nagy lelkű, sokszor mások valósítják meg az ötleteit, mert azt is szórja, mint a szikrákat. Mondják is, hogy lángelme. Tehát ezek a hasonlatok, amik a magyar szavakban benne vannak, nagyon sokat elmondanak arról, hogy milyen egy-egy őselem. Oké. Okay. Előfordul. Ugye a tűznek a szimbolikus állata a főnix madár. A főnix madárról meg tudjuk, hogy úgy újul meg, hogy egy tűzben elégeti saját magát, és utána felszárnyal a hanvakból. Na most hajlamos rá a tűzelemű ember is, hogy az életében ezt megcsinálja, tehát többször képesek a nulláról újra kezdeni. Tehát ilyen önlenullázásban a tüzet nagyon jók tudnak lenni. Úgyhogy emiatt érdemes odafigyelni rá, hogy azért nem kell ezt csinálni. Tehát nem okvetlenül kell a megújuláshoz előtte lenullázni az embernek az életét. Kicsit ilyen radikálisak tudnak ebben lenni. Aztán nézzük. Ja igen, a tüzek általában, ha idős korukra egy ilyen meleg, kályha meleggé tudnak válni. Tehát egy ilyen életmegújító, világító központjává a környezetüknek. Na nézzük, milyenek a földek. A földeknek a szimbolikus állata a bivaj. Ahogy a tüzeknél a főnix madár, ugye a földnél a bivaj a szimbolikus állat. Kik földek? Wow, szuper, Isten hozott bennetek. A földeknél, ami nehéz ügy, hogy tényleg olyan tud lenni, mint a bivaj. Te fejébe vesz valamit, akkor az tűzön, vizen keresztül megcsinálja, még akkor is a hülyeség. Tehát menet közben rájön, hogy hülyeség, de nem bír leállni, mert ő azt a célt egyszer már kitűzte. Az már egyszer bakancslista, azt már egyszer meg kell csinálni, és nem létezik, hogy irányt változtasson. Ők azok, akik nagyon szeretik a kényelmet, ugye milyen a bivaj, a vízi bivaj. Ha egyszer így leheveredett, hogy el van, akkor ő nagyon jól, akkor már nehezen indul el újra. Nekik fontos az otthonuk, az otthon kényelme. Tehát általában egy elemében levő földelemű embernek a lakását onnan lehet felismerni, tele van párnákkal, plédekkel, minden puha, minden olyan kárpitozott, a kályhasút, a mitikus kályhasút, ami meleg, és oda be lehet kuckózni. Na szóval a földek imádnak kuckózni, és ezért jó, ha földelemű vagy, akkor jó, hogyha van kuckó a lakásodban. Egy ilyen kis zúg, egy meleg kis hely, ahol van fotel, puha, ott a kis lámpád, a kis forró csokid, a kis... Hát ne zavarjanak táblád. Tehát, ugye, mert a bivaj, ha piszkálják, akkor egy darabig tűri, amit tűr, de aztán egyszer csak neki áll öklelni. Csak mondjak egy példát, Piedone. Maga a színész is, Földjang. Tehát Carlo Pedersoli. Ugye én a vízilovakkal vagyok. Egészen nyugodtan eszi addig a babját, amíg nem rúgják ki a kezéből a kocsmai verekedésben. Ott felszívja magát és rendet csinál. Ilyen a földiang ember. Baromi sokáig tűr, iszonyatosan nagy terheket elbír a hátán. Tényleg, mint a bivaj, fát lehet vágni a hátán egy darabig. Egyszer csak, amikor elege lesz ebből, öklel és kőkövön nem marad, ne várd meg. Jó? Tehát a földetnél szokott lenni nagy klasszikus, hogy idegesíti valami, de nem szól. És akkor kilencszer át lehet gyalogolni koszos cipővel a frissen felmosott előszobán, tizediknél robban, ugye? Akkor lesz elege. És a környezet meg nem érti, hogy ez mi? Hát kilencszer át lehetett menni. Hát nem szólt érte, akkor ez lehetett. Tehát a földeknél egy kihívás megtanulni ezt a fokozatosságot. Tehát ne ilyen mindent vagy semmit elvalapon működjenek, hanem akkor tudjon szólni, amikor még csak egy kicsit ideges. Nem kell megvárni ezt az öklelős, falnak menős bivaj energiát. Szokások rabjai tudnak lenni. Igen, erősen. Nem ritkán látok földelemű embereknél gyerekkorban megmaradt plüssjátékot, és mindenféle ilyen ragaszkodás kategóriában begyűjtött tárgyat. Általában nagyon nehezen selejteznek ki bármit is.
megint csak egy hozzám közel álló emberrel egyszer elmentem egy úgynevezett NDK múzeumba, ahol tényleg valahogy kelet-német ország relikviái voltak kiállítva, egytől egyik ismerős tárgyak voltak, hiszen én a kisgyerekkoromat ott töltöttem. Nekünk is volt ilyenünk. Nem volt. Van. És még működik is. Igen, ezek elképesztően elnyűhetetlen tárgyak. Szóval, amit a Föld imád, az a stabil, megbízható, 50 év múlva is működő Saratov hűtőszekrény, AK Electric meleg szendvics hűtő és az összes többi. Tehát, ha Földet ki akarsz téríteni a hitéből, akkor vegyél neki egy ilyen hiper-szuper turmix gépet, ami 600 csili-vili alkatrészből áll, és a harmadik turmixolásnál eldugul. Na, ezt ilyet ne vegyél neki, ez a lényeg. Tehát ilyen nagyon egyszerűen kezelhető, masszív, 30 éves garanciával jár. Na, ezek az ő lelkihez közel álló dolgok. A Föld ezt szereti. Stabilitás, biztonság. A Föld háta nagyon sokat elbír, ezért aztán a környezet pakol is rá. Újabb kihívás lehet a földelemű embereknél, hogy ezt ne hagyják. Ugyanis nem végtelen a teherbírása, még a legerősebb ivajnak sem. Nagy terhek alatt össze tud roskadni, ne várjuk meg ezt az állapotot. Ugye hirtelen tud ez is bekövetkezni. Jellemző tud lenni a földekre még egy tipikus fáziskés, és így bajok az idővel. Hát nehezen indul el, amikor meg már indult, akkor nehezen érkezik meg. Hétvégén még a munka pörög a fejében, nehezen hangolódik rá a hétvége ritmusára, majd hétfőn lefejeli a monitort, mert neki akkor még vasárnap van, tehát tud lenni egy ilyen fázis késésük, tehát ahogy a tűznél az elkapkodás szokott lenni gyakori probléma, addig a földeknél ez az enyhe lekésési hajlam. Tehát a kulcsszavak, földanya, nyugalom, teherbírás, kényelem, lassúság, lassan, de biztosan, gyakorlatiasság, ragaszkodás, jó érzék az ízekhez, és ahhoz, hogy másoknak támaszt tudjanak adni. Tehát ezek a nagykövér Ursula nővérek, tudjátok, kiről beszélek, óvodában megtalálhatók, meg itt ott jó eséllyel földek. Hát ez nem egy rákérdez, ki szokott derülni, ez tényleg egy típus. Na nézzünk egy kicsit a fák természetéről. Ugye a fa az lefele is, meg fölfele is terjed, és a fának egy óriási erénye az, hogy élete végéig növekszik. Tehát a fánál nincsen az, hogy elérte a fa a felnőtt korát, és onnantól egy görnyet, nem tudom, mi lesz belőle, hanem ugye a fák növekednek. Tehát életük végéig egyen nagyobb és nagyobb fa lesz belőlük. Most a faember is ilyen. Óriási erénye az, hogy élete végéig képes fejlődni. Tehát a fák előszeretettel ülnek be 40 évesen egyetemre, 50 évesen workshopra, 60 évesen elvonulásra, és igen, ilyenkor lehet sejteni, hogy ki melyik elembe találja magát érintetnek. Tehát az a állandó kíváncsisága és terjeszkedésű vágya, ami élete végig fiatalon tudja tartani. Ez nagyon-nagyon jó tulajdonság. Na de, bajok vannak a határokkal. A fa köztudottan átnő a telek határok alatt, nem tiszteli a határokat, nem is tudja, hogy mi az. Tehát értelmezni se tudja. A saját határait sem. Jó? Tehát ez fontos. És szegény fa, ha jönnek felé metszőolóval, akkor nem rázza meg a lombját, hogy hozzám ne nyúj, ugye? Tehát ez sajnos hagyja magát, és nagyon sok kártevőt képes dajkálni egy-egy fa. Tehát az energiavámpírok valóságos mágneseiként képesek működni, hiszen a fa mindenkinek ad. Adja a lombját, az árnyékát, a tűzifát, a gyümölcsét. Mindent ad, nagy vonalú. Milyen érdekes tulajdonsága van még a fáknak? Az, hogy hálózatban élnek. Mostanában nagyon sok videót lehet látni, nagyon jó, érdekes ilyen kis felvételeket, hogy hogyan vannak a fák egymással kapcsolatban a föld alatt. Lehet, hogy többen láttátok a World Wide Web nevezetű kis videót, vagy a Fák titkos nyelve című könyvet, sokan ismerik. Ami arról szól, hogy a fa nem magányos lény, hanem kapcsolatban áll a többi fával, és bizony kommunikálnak is egymással a gyökereiken keresztül. Magyarul a fa nem magányos lény, nem arra született, hogy egyedül éljen, ezért neki az emberi kapcsolatok hálózata különösen fontos. Nekem van egy rahedli, MLM-ben és hálózati üzletkötésben érintett ismerősöm, akinek ez igazán jól megy, az előszeretettel szokott fa lenni. Mert neki ez a kapcsolatépítés, ez a hálózati kommunikáció, ez alkatához illő és hát elemében tud lenni benne. Viszont nagyon sérülékeny a nyesegetésre, tehát ne piszkáld. Ok nélkül fa ismerősödet, nagyon be tudnak sértődni. És gyerekkorában, ha begyűjt ilyen sérüléseket, akkor kisfa kisebb, nagyfa nagysebb. Tehát ők nagyon tudják felnőtt korukban is a gyerekkori dolgaikat még cipelni. De erényük az, hogy ez a kifinomult érdeklődés minden iránt. Nagyon sok művész van közöttük, nagyon sok műértő, mecénás. Ha ő maga nem alkot,
akkor legalább megveszi mások alkotásait. Hát van olyan faismerősöm, aki elmondta, hogy hát ezt a festményt azért vettem meg, mert szegény művész olyan éhesnek látszott. Tehát tele tud lenni a lakásuk ilyen mindenféle utazásról begyűjtött szírszarral. Ez a lényeg, egzotikus, különleges, nem tudom mi, és van. Megint egy nagyon tipikus dolog, szeretik az ilyen egzotikus, különleges dolgokat, hiszen az érdeklődése tényleg kiterjed Ázsiára, Dél-Amerikára. Tehát az indián álomcsapdától kezdve a Guatemalából hozott szerencsekőig ott tényleg minden is van. Na, milyen a fémelemű ember? A fémnek a kulcsszava, kérem szépen, a hatékonyság. A fémek jó vezetők, szó szerint és átvitt értelemben is. Elég sűrűn kötnek ki vezetői pozícióba, főleg a Young verzió, tehát a periódusnak az első felében születettek. Ugye színe a fekete, meg a fehér, ugye a víz meg a fém. Tehát a víz, na. Szóval a vízi a fekete, a szürke és a fehér árnyalatok ilyen átmenetet képeznek ugye a fém felé, de belegondoltok az öltönyöknek a hagyományos színeibe, nagyjából ez, tehát ez a fehér ring, sötét öltöny, grafit szürke, Ferragamo és társai, tehát azért nem piros öltönybe járnak. Na, senki nem látott még rózsaszín öltönyös brókert. Legalábbis a mi égövünkön nem jellemzőek. Tehát ők szeretnek vezetni, és a hatékonyság, a mániájuk, én láttam már olyan, illetve fémellemű ember lakását, ahol minden falon volt óra. Minden falon. Tehát nem egy darab is szembe, hanem mindenhol is volt óra. Egyik sem működött persze, még a homokóra se. De ez az állandó harc az idővel, ez ilyen nagyon-nagyon jellegzetes tud lenni a fémeknél, meg ez a hatékonyság mizéria. Köszulottan mindehhez is értenek. Hogy mondjak egy ilyen irodalmi példát rá, Don Quixote. A gáncs nélküli lovag a fémpáncéljában. A hős, aki megoldja, aki gáncs nélküli, aki hibátlan jellem, és megvédi az emberiséget a rátámadó óriásoktól. Még szerencsé, hogy ott van mellette a földelemű Sancho Panza, aki két lábbal áll a földön, és összekanalazza a malom által letarolt hős lovagot, ugye, mert nyilván a szélmalmot nézte óriásnak. Tehát nagyon szeretnek megmenteni, hősködni, hibátlannak lenni, maximalizmus. Ez a fő hibája talán. Egyszer kávéztam egy fémjang emberrel, aki visszaküldte a kávéját azzal, hogy porszem van benne. Beza. Tehát nekik ez a becsület, szervezettség, maximalizmus, rend, vezetés nagyon-nagyon kulcsszó tud lenni, mondom, főleg a Young verziónak. Elég sűrűn megszokták egymást párkapcsolatba találni egy tűzzel. Ugyanis a tűz alágyújt. És kénytelen kiugrani a páncéljából a kedves fém. Tehát ennek egy érdekes, provokatív párkapcsolati mintájuk, ezt szoktam látni. Tehát a fémek akkor vannak elemükben, ha megkapják ezt a szerepet, amiben hősködhet. Tehát a kisgyerek is, ő lehet a legügyesebb, a legokosabb, aki mindent is tud, és akkor tényleg ki tud bontakozni benne, mint fém, mint vezető. Na most a Yin meg a Yangot ugye szóba hoztam. Aki a Yang periódus szülöttje, az kifelé a világ felé ezeket a tulajdonságokat nagyon jól tudja képviselni. A Yin az a kicsit a befele forduló introvertáltabb, érzékenyebb verzió, az befelé kis baráti kör, kis munkahely, kis családi együttlét, mert tudja ugyanezeket ezeket a dolgokat megcsinálni. Tehát például Arnold Schwarzenegger egy tűzjang. Na most Schwarziról tudjuk, hogy hányszor kezdte az életét újra. Tehát először ő volt a Mr. Univerzum, ugye testépítő bajnok. Akkor vége lett a testépítés, na jó, akkor nulláról színész leszek. Akkor lett belőle egy híres akciószínész. Oké, akkor ezt is, akkor politikus leszek, lett belőle szenátor. Ugye ez a Phoenix madár, újra és újra megújulás. Hát ő egy jang, abszolút, hát nézzetek rá. A Yin verzió törékenyebb, befelé forduló, érzékenyebb, de ugyanezt le tudja játszani, csak mondjuk válásokkal. Nem világhírrel, hanem mondjuk párszor vagyoni lenullázódással. Nem beszéltem még a vízelemnek a sajátosságairól. A víznek megint csak megvan a maga sajátos kettőssége. Fecseg a felszín, hallgat a mély. Ezt magyarul is mondjuk. A víz felszíne az mindig kisimul. Tehát az mindig ki akar egyenlíteni. Emiatt a vizek imádnak közvetíteni. Nem bírják a hullámzásokat, az érzelmi hullámzásokat. Ki vízeleműit? Most már mint a kevesebben lenni, te pedig nem ciki. Szóval a vízelemű az nagyon jól tud ilyen diplomáciai tárgyalásban ilyen közvetítő, békítő lenni. Gyakorlatilag más se csinál. Én annak idején a volt munkahelyemen azon kaptam, állandó túsztárgyaló voltam a főnökség meg a hátsó iroda között. Ez a békítés, ez a vizeknek nagyon megy.
magyarul is mondjuk, hogy valaki folyékonyan beszél, ugye? Tehát a vizeknél kulcsszó a kommunikáció. Ha valami baja van, akkor arról beszélnie kell, mert ha nem, akkor magában nyeli, hiszen a víz mindent elnyel. Ha vízbe bedobsz egy kavicsot, nem fogja visszadobni. Tehát a vizet megbántod, akkor az így beszontyolódik és benyeli. Tehát meg kell tanulni a víznek, hogy nem kell minden szart elnyelni, de tényleg nem kell a környezetnek az összes negatív energiáját benyelni, mert a víz egyébként erre hajlamos. Mi segít a vizeknek? Az, ha állandó mozgásban vannak. Ugyanis ha víz megáll, akkor beposhad. Ugye mindenki látott már ilyen nyálkás pocsolyákat, hogy tehát be tudunk poshadni mi vizek, és utána a víz mozgása lefelé megy, ezért aztán a depresszió legsötétebb örvényeit is röpke 2 nap alatt meg tudják ismerni a vizek, hogyha egyszer otthon kell maradni, mondjuk ez a Maradj Otthon nevezetű kampány, amit a pandémia kitörésekor volt. Hát ez nekem egy ilyen dráma, tehát én nagyon-nagyon komolyan vettem, és ez szörnyű. Tehát nem tudok elmenni futni, meg túrázni, meg állandóan. Heti 40 kilométert én megyek, tehát muszáj, hogy jól érezzem magam, mert különben ott posadok otthon, és elkezdek rosszakat gondolni. Ilyen beszivárogtam a mélybe, ez az nem jó. Tehát a vizeknél kulcsszó a kommunikáció, és az, hogy jobban legyenek a saját mélységeikkel, mert néha a vizeket magukat is meglepő, micsoda szörnyek élnek az ő mélységeikben, és bukkannak fel így hirtelen. Ilyen cunami jelleggel egyszer csak, tehát magyarul az érzelmi kiáradásokra a vizeknek nagyon kell figyelniük, mert erre hajlamosak. Más szóval, hiszti. Szóval van ilyen. A vízről tudni kell, hogy rendkívül erős ital. Erősebb, mint a pálinka. Hiszen mindenki látott már tankhajót vizen, de pálinkán még soha. A víz elbírja. Tehát a víz rendkívül erős. Ugyanúgy, hogy a földekre, a vízre is szoktak pakolni az emberek végtelen mennyiségű terhet. Na, erre megint csak vigyázniuk kell a vizeknek, hogy ne hagyják magukat túlterhelni. Ugye egyik a szennyezettség, tehát hogy ne nyelj be mindent, maradj mindig mozgásban, ne hagyd, hogy telepakoljanak feladatokkal. Még valami van a vizeknél, el tudnak úszni. Ugye az időről már beszéltem, hogy fémeknél a hatékonyság, földeknél ez a kicsit fáziskésés, na a vizek meg elúsznak egész egyszerűen. Partok nélkül, határidők és szervezettség nélkül a víz úgy elúszik, ahogy kell. Saját példám, kivettem tavaly egy hónap alkotói szabadságot, hogy most megírom a Feng Shui könyvemet, az új kiadást. Azt hiszitek mi? Na, szóval a lényeg, nem olyan egyszerű, nagyon könnyű elúszni, minden mással foglalkozni, mint amit az ember akart volna. Elég ciki, de tényleg így működünk. Miben jók még a vizek? Mindenhova beszivárok. Tehát a vizek specialitása a beszivárgás. És fajta ilyen ozmózissal képesek haladni A-ból B-be, megállíthatatlanul, mint a nyílméreg. És mindenben képesek magukat kidumálni. Ami lehet egy jó tulajdonság, de nem mindig az. Egyszer emlékszem rá, hogy meghívtak dolgozni, konkrétan azt hiszem, hogy valami jósnő, vagy mi a bubánat kellett, hogy legyek egy céges rendezvényen, és lemaradt a nevem a listáról, a jelenlévők listájáról, és elém állt 3 ilyen bisztiboly, ilyen 1 méter x 2 méteres gyerek, kopasz fejjel, meg minden, hogy akkor én most ide nem fogok bemenni, mondtam, hogy de én bizony be fogok menni. De nem már, de. Na figyelj, gyerekek, én vagyok itt a jósnő, és ha ti nem engedtek be, én békává foglak benneteket rendezni. Azt ott nem retkíroznám, kis nagyságos asszony. És akkor beengedtek. Szóval van egy ilyen sajátos működése a vizeknek, tehát ha vízismerősöd nagyon hallgat, az gyanús, jó? Tehát akkor azért egy kicsit firt az, hogy mi van vele, mert ők be tudnak iszottyadni. Most egy picit beszéltem az ötelem karakteréről, kicsit eljátszom, hogy hogyan vásárolnak, mármint aki elemében van. Hogyan megy be a föld vásárolni? Először is van nála cucc, banyatank, szatyor, beteggyerek, bálaszalma, bikaborjú, mindenféle ilyen hasznosság, van-e PB-gázpalack, egyéb apróságok szoktak nála lenni, amikor megy bevásárolni, és így megy. Tehát, hogy nagyon tudnak menni. Így kitöltve a műsoridőt, meg a teljes sávot 2 árufeltöltő polc között. Rendkívül célratörően képesek, mint egy fél napot eldönteni a Tesco-ban a méz keresésével. És ki vannak bukva azon, hogy már megint átrakták az árukat máshová. Ez nem így volt. Ezt nem így szoktuk meg, és régen minden jobb volt. És akkor persze telepakolja a kosarat, de mivel pakolja tele? A gazdaságos, 100 darabos, mert nem 1, 2, 3 vagy 5 budi papírt vesz egyszerre, ó, de hogy. Egy ekkora stóccal vesz, mert az a biztos. Tehát a
Földek lakásában szokott tipikus lenni a padlótól plafonig főstószolt budipapír installáció. Általában bedugják így a fűtéscsövek közé, és akkor láthatok már ilyet. Jó, látom. Na, szóval ezek azért így árulkodóak. Tehát nem ilyen egy-két darabokat vesz, hanem jó lesz az még valamire címszóval, meglehetős, akkor a Tesco-t lehetne nyitni a spájzában, tehát ez biztos. Hogyan megy bevásárolni a tűz? Jaj, akciós, megveszük. Jaj, pudingpor. Vegyünk azt is. Ilyet még nem láttam. Vörös áfonyás, ökobiot rutyi, kell. Mert kíváncsi. Mert izgi, mert ilyet még nem evett. És egyébként ők szeretnek mindenféle ilyen táplálkozási extraságot is kipróbálni, ilyen mindenféle ilyen ökobio-vegán, nem tudom, csodákat, mert az új és különleges. És akkor minden ilyen, úgymond, csodát összevásárol, mit nem vesz? Budipapírt! Azt elfelejti! Mehet vissza még egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ötször, ők szoktak így visszamenni. Tehát így tényleg, mint a szikra, így röpköd, így nagyon aranyos. Hogyan vásárol a víz? Így beszivárok mindenhova, mindenhol megnézi az alsó polcot, vannak az olcsó akciós termékek. Így kóvályok. Nem halad egyenes vonalban. És rohadt sok időt el tud tölteni ezzel. Miket szeret vásárolni? Mikor a vizeknek a lakásában az a tipikus, hogy ilyen üledékcsapdákat látunk. Tehát ilyen zátonyképződés folyik a vizeknek a lakásában, nagyon tipikus, most az enyémben is, tehát erre észnél kell lenni, hogy lerak valamit egy helyre, akkor elkezd még más dolgokat is lerakni ugyanarra a helyre, és így keletkezik egy ilyen zátony. Az alján van a lakáskulcs, mert azt rakta le először. És akkor arra, hogy rárakta a szatyrot, a sapkáját, a gyerektankönyvét, a biciklit, a nem tudom mit, és akkor egy ilyen zátony keletkezik. Gyakorlatilag, én tanultam őslénytant, dinoszauruszt érdemes keresni az ilyen helyeken, az ilyen üledék csapdákban szokott lenni az alján még az is, meg halott német katona, minden. Tehát ahol a víz járott, minden fényes, sima, klassz, na, ahol éppen nem járott, lerakta a hordalékát, tehát nézzél csak be a vendégszoba nevű, na, akkor fogod tudni, mire gondolok. Ott lerakta a hordalékát. Na de, hogyan vásárol, kit nem mondta még, a fémet. A fémnek bevásárló listája van, neki az idő, pénz. Megtervezi, hogy milyen sorrendben. Először megyek a postára, akkor ezt elintézem a csekkbefizetést, utána ott van mellette mindjárt a posta mellett a lottozó, de beugrok, mert ma ugye 2022, második 22 van, tehát ez egy szerencsés szám. Utána bemegyek a boltba, természetesen listával, mert nehogy valami kimaradjon, mert utálnék visszamenni bármiért is, és akkor ilyen tünktre hatékonyan ezt úgy szereti megcsinálni. Ő egyenes vonalú, egyenletes mozgást végez, pontosan tudja, hogy mit akar, és azt hol találja meg. Idegesítő, amikor valami lemarad a listáról. Nem mindig lemarad valami. Kit nem mondtam még, hogyan vásárol a fa? Jaj, a fa kíváncsi. A fa nagyon kíváncsi. Mi van itt akciós? Ez is. Na, ő megtalálja a legmagasabb polcra eldugott, legutolsó darabokat mindenből. Ami még van, már azt hisz az eladó, hogy már nincs belőle, de a fa megtalálja az utolsó, utáni darabot is, ami még ott úgy van, eldugva. Tehát ő alul-fölül mindenhol képes szemeket hordani, és szintén a fának a sajátossága, hogy akármit nem vesz. Tehát ő az egy minőség, tehát az, ha lehet. Tehát fátyolsonka, nem parizer, nem farhát, nem. Határozottan nem. Minimum filézett pulykamell. Tehát ők, nekik van egy ilyen természetes igényességük. Ugyanígy meg lehet találni, milyen tipikus autók vannak. Sőt, egy grafológus barátnőmmel egyszer írásmintákat nézegettünk, és egy kézírásmintákat, és idő után ránézel egy kézírásra, és be lehet tippelni rá, hogy milyen elemű, aki írta. Elképesztő. Na most, vagy magadra ismertél most ezekben a jellemvonásokban, vagy nem. Ha vagy nem, akkor vajon melyik elembe ismertél magadra? Például te egy nagyon rázod a fejed. Melyik volt ismerős? Én szerintem ilyen tűz. Igen. A tűznek a tulajdonságait hordozod? Igen. Jó. És ehhez képest a születési elemed? Nagyszerű. És a születési elemed itt a táblázatban? Föld. Nagyszerű. Akkor ez a tüzes tulajdonságod, az táplálja a földet, tehát ez segít neked, hogy elemedben legyél. Nyugodtan legyél továbbra is lelkes, kíváncsi, mert az neked jó. De ne legyél maximalista. Semmilyen körülmények között se, az nem tesz jót. Ne is legyél. Ja. Tehát amikor valaki ráismer valamelyik működésre, akkor azt érdemes megnézni, ahhoz képest hol van a körön.
Na, miről meséljek még nektek? Most már 7 óra van. Igen, hát ez esetleg rá lehetne térni ahhoz, arra, hogy mit hoz a Vízjang Tigris éve. Semennyire. Teljesen más rendszer. Teljesen más. Olyan, mint a két tükröt akarnál egymás mellé tenni, egy kerek tükröt, meg egy négyszögletes tükröt, az Istenek nem fognak egymás mellé simulni, de mind a kettőben a saját arcodat látod. Persze, teljesen másik rendszer. Teljesen másik rendszer a kettő. Mind a kettő tök jó. Meg az indiai asztrológia, az megint egy külön kategória. Nagyon sok, vagy mindenféle dél-amerikai asztrológiák is vannak, ilyen inka, meg azok is nagyon klasszak, de teljesen más világ. Köszönöm szépen. Ugye most beszéltem itt egy kicsit a kapcsolatrendszerről, tényleg csak nagyon-nagyon érintőlegesen. Ugye Vízjang Tigris éve indult el idén, és még fog is tartani jövő évnek az elején. Tehát a Vízjangról beszéltem, hogy mik a kulcsa, milyen kulcsszavai vannak. Az egyik, hogy például nagyon fontos a kommunikáció. Ez azt jelenti, hogy rengeteg rejtett, elsúnyogott titok felszínre fog kerülni, mert egész egyszerűen valaki el fogja magát szólni. Nyugodtan nézzétek, de tudtok róla híradót például, hogy milyen botrányok kerülnek elő, pusztán attól, hogy az emberek beszélnek róla, és nem lehet eltitkolni. Tehát rengeteg bili ki fog borulni valószínűleg ebben az évben, nem csak nálunk, hanem globálisan. Kommunikáció, ezen a titkok ilyenkor felszínre kerülnek, a magánéletben is. Tehát nehezebb lesz hazudni. Nagyon sokan meg fogják próbálni. Tehát most megint csak politika mentesen, de akár a marketingből indulunk ki, akár bármilyen ilyen dologból, a kommunikációnak mind az ártó, mind a hasznos oldal az föl fog most erősödni. Nem véletlenül, hogy a közösségi médiának most ennyire nagy harcok mennek, hogy lesz Facebook, nem lesz Facebook, mit tudom én. Tehát, hogy tényleg beindult a háború itt egyszerűen a kommunikáció körül. Ennek a periódusnak, ennek a most kezdődő 2 éves ciklusnak egy kulcsszava lesz. Aztán mi fontos még vízzel kapcsolatban, vízjanggal kapcsolatban? A víz, a súly, az bőséget is jelent, magyarul dől a lé. Ugye magyarul is így fejezzük ki, hogy lé tehát, és a pénz. Mondom, nincs ez kínaiul, tehát teljesen jól értjük mi ezt. Egy dolog van a lével, nem mindegy, hogy merre dől. Felénk, vagy tőlünk el? Magyarul, gatyába kell rázni a pénzügyeket. Kinek-kinek otthon a maga financiális lehetőségeihez mérten, a pénzzel, a súlyval, a bőséggel foglalkozni kell, mert különben elfolyik a lé. Megint csak meg lehet látni, hogy milyen áremelés, infláció, mi egyéb van. Most erre fokozottan oda kell figyelnünk, hogy a személyes bőségünk az meglegyen. Ugye a víznél az érzelmi hullámzások, megint csak egy kihívás, hol fönt, hol lenn. Ez az év és az ezt követő év is fog ilyen jellegű kihívásokat hozni, hogy fönt és lent, hullámzások. Globálisan, tehát nem, ez nem csak nálunk, hanem úgy általában. Fontos, hogy a víz tulajdonsága mindig megtalálja a harmóniát, tehát magyarul béke, 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 közvetítés, közvetítés, közvetítés. Megint csak látjuk, hogy mi zajlik itt a szomszédos országban is. Tehát nem szabad hagyni, hogy az életünk felett a háborúságát vegye az uralmat. Tehát ameddig lehet tárgyalni kell és békíteni, most ennek van itt az ideje. Ez a feladat, aztán valaki megoldja ezt a feladatot, van aki meg, hát nem, ezt ugye látjuk magunk körül. Tehát milyen kulcsszavai annak még? Mondtam a kommunikációt, a békítés, tárgyalások, diplomácia mindenek felett. A mindenféle hisztériák, érzelmi hullámzások kerülése, a pénzzel, bőséggel, ennek az áramlásával való foglalkozás. Ez nagyon-nagyon fontos. Ne zárkózzunk be. Ugye a víz akkor lesz poshat, hogyha leül. Tehát most, hál' Istennek, ez a maradj otthon kezd véget érni. Ugye most egyre többen mondják, hogy esélyes, hogy most az utolsó hullámon is túl vagyunk, tehát végre ki lehet mozdulni majd, és lehet mozogni, és újra nyitják a határokat, és kevésbé bürokratikus lesz az utazás. Ami azt jelenti, hogy a félvilág el fog indulni, mint a özönvíz. Tehát föl fog menni most nagyon erősen a turizmus, meg mindenfajta népvándorlás. Ez megint nem egy nagy vaszizdasz, egyszer tényleg látjuk a hírekben, meg a mindenféle ilyen előrejelzések, mert bizony ennek van most az ideje, mindenki mozog. Amit az egyes ember tehet, az az, hogy te se üljél le, és ne punyadjál otthon. Tehát mozdulj ki. Nagyon rá lehetett szokni erre a karanténvilágra. Nagyon rá lehetett szokni arra, hogy home office van, hogy otthon vagy, hogy egyedül vagy. Nagyon, ezért most nagyon fontos, hogy újra szokjuk az embereket. Újra szokjuk a beszélgetést, azt, hogy szóba állunk egymással. Ugye, óriási dolog. Nagyon el lehetett szokni. És hogy mozgásban legyünk, tehát fizikailag is, séta, sport, bármi, ami egyszerűen mozgással jár, a szalzatánctól kezdve a házi zumbáig, nem tudom, mindegy, csak mozogjunk valamit, mert lepunyadunk, akkor
beposadunk. Ezt nem szabad. Tehát mozogni kell. Ez az időszak most erről szól, ezt a kihívást hozza. Kicsit lesek, hogy van-e még valami, ami fontos kulcsszava a víziangnak. Hát ja, mélységek, meditáció. Megint csak nagyon-nagyon ajánlott most az elkövetkező időszakban. Részint, mert a saját személyes és a globális érzelmi hullámzások egyik legjobb ellenszere, ha az ember a belső békéjét keresi, vagyis ez a bizonyos visszatérés az ős tökéletesség felé. És erre például nagyon jó lehetőség lehet az, hogy az otthonodban rendet teremts. Házi feladat, egy kis kacattalanítás, úgyis most van ennek itt az ideje húsvét előtt, egy kis böjt, és nem csak a kajákra gondolok itt böjt címén, hanem tárgyböjtöt is lehet ám tartani, vagyis mindent, ami felesleges, amit nem használsz, ami neked kacat, de bárki másnak kincset jelenthet, attól érdemes is újra áramlásba belevinni, vagyis akár meghirdetni valamilyen ilyen online fórumon, akár elajándékozni, akár garázsvásárt csinálni belőle, akár jótékony célra oda ajándékozni. Tehát, hogy a tárgyaink is nyugodtan lehetnek mozgásban, nem kell nálunk leragadni mindennek, mert ebből lesz az, hogy mindenkinek túl sok mindene van otthon, szerintem. Tehát, hogy hány olyan lábasod van, amit nem használsz, vagy hány olyan, nem is folytatom, tudjátok, tehát hány zoknid van, amit nem húzol föl. Legtöbb ember a öt darab pólót használ, tehát a legfősőtöt. Legalább fordítsd meg néha a kupacot, és akkor az alja kerül fölülre. Tehát hány ruhád van, amit nem hordasz, mert kihisztad, mert kifogytad, mert mindig is szúrt az a pulóver, vagy mindig is kényelmetlen volt az a cipő. Feleslegesen foglalják nálad a helyet, ballasztok. Igen, fíznél, az a bizonyos elúszás az idővel, tehát meg kell tanulni struktúráltak és szervezetnek lenni, és nem elúszni, és mindenféle érzelmi impulzusok hatására, akár vásárolni, akár bármi más csinálni. Tehát rend és rendszer kell az életünkbe, nem csak a víz elem szülötteinek, mint amilyen én vagyok, hanem mindenkinek ez jót fog tenni. Van egy nagyon jó tulajdonsága a víznek az, hogy remekül tud alkalmazkodni. Ha a vizet beöntöd egy pohárba, akkor pohár alakja lesz. Ebben a vizes korsóban vizes korsó alakja lesz. A víz mindenféle alakot fölvesz, amiben beletöltik, remekül tud alkalmazkodni, és most ez feladat is ránk váró két évben, hogy tanuljunk meg már egymáshoz egy kicsit alkalmazkodni. Tapintat, tolerancia, másik nézőpontjának megértése, egyáltalán megértés, elfogadás, türelem, belső bék, ezért jó a meditáció, ez rengeteget segít. Saját magad mélységeinek elfogadásában is, meg a másik megértésében is. Tehát ha bármilyen olyan módja van annak, hogy te leülj, pihenj és önmagaddal legyél, nem kell ezt túlspilázni, ezt a meditáció dolgot. Otthon maradsz, vasárnap délutáni kajakóma is döglés. Tökéletes. Tehát, hogy tanuljunk már meg nyugton maradni és pihenni, és kicsit befelé fordulva önmagunkkal foglalkozni. Tehát törődj a lelkeddel. És főleg, hogyha a testeddel vannak gondok, akkor többet kell a lelkeddel törődni. Ha pedig a lelkeddel vannak dolgok, akkor kicsit többet kell a testeddel törődni. Ebbe is a harmónia, yin és yang megjelenik. Tehát még egy pár... Ja, igen, víz, befolyásos. Ez is egy olyan szó, ami magyarul is nagyon kifejező, befolyásos. Tehát ugye, mennyire jó. Régi munkahelyemen igazgató asszony kijelentette, hogy szeretnék befolyásosabb ember lenni. Na, mi történt egy héten belül? Igen, csőtörés volt, az még a szomszéd épületben volt a csőtörés, de a víz az hozzánk folyt be. Befolyásos lett. Szóval jól gondold meg, hogy mit kívánsz, mert megkaphatod. Tehát lehet, hogy lesznek dolgaink a vízzel, mint olyannal, vagy az, hogy nincs, tehát szárazság van, vagy az, hogy túl sok van. Tehát lesz dolgunk a vízzel, jól gondold meg, hogy mit kívánsz, mert megkaphatod. Minden esetre a különböző személyes befolyásoknak meg fog nőni a szerepe. Tehát kikivel van kapcsolatban, kikire van hatással, választási év van, nem kell ezt ragozni, hogy ez a befolyás szerzés, ez hogy szól most az életünkről. Légy önmagad, és ne hagyd magad befolyásolni, csak úgy. Még saját magadtól se. Legtutibb az önhipnózis, amikor az ember a saját hülyeségének a hatása alá kerül. Szoktál ilyet, hogy rágondolsz egy régi emlékre, és ott potyognak a könnyeid. Annyira meghatottad magadat. Na, tényleg. Egyszer temetésen voltam. A régi munkahelyemhez kötődő valaki hunyt el, egyikünk se ismerte már, de engem hatóságilag ott kijelöltek, hogy menjek a kis tartósra viaszkolt másodosztályú művirág koszorúval a szertartásra, és helyezzem el a megemlékezés virágait. Egy másik könyvtáros kolléganő jött velem. Könyvtáros lévén írt egy roppant megható beszédet, ő se ismerte az elhunytat, de azért kamuzott egy tök jó beszédet, amit aztán a sír mellett föl is olvasott. Óriási könnyek és meghatódás folytak végig az arcán. Szóval teljesen a saját hatásom alá kerültem. Tehát tudunk a saját befolyásunk alá is kerülni, de akkor ezt már használjuk jól.
Tehát, hogy jó legyen ez a befolyás. Na, és akkor nézzük a tigrist ezek után. Mert hogy tigris éve is jön. Milyen tulajdonságokat sorolunk a tigrishez? Itt elhangzott a elején, Júcsi megkérdezte, hogy mi jut eszetekbe a tigris szóról, és hát kinek mi jutott eszébe, hogy csíkos, meg hogy Mici Mackó történetében is van tigris. A jópofa egyébként a Mici Mackó szereplői, azok ötelem szerint nagyon jól meghatározhatók, hogy ki kicsoda. Mici Mackó föld. Ez egyértelmű, nem? A méz érdekli, nyugalom. Ő egy föld, nyugis gyerek, ez a kedvenc napom a máma. Tehát így nem bonyolítja túl. Mici Mackó, maga a tau, szeretjük. Tigris öfém, tigris hatékony. A tigrisek mindent tudnak. Kivéve lemászni a fáról, mert a kubban van a farkuk, de egyébként a tigrisek mindent is tudnak. Ugye, ő kifogástalan. Füles víz, a kis depresszív, aki elveszti a farkát. Ugye, ő víz. És kékre is festik a mesébe, tehát még, az is, még a színe is timmel. Kanga tűz, zsebibabával, a kis aranyos ugrabugra lelkes, mindig fölfelé. Tehát tök jól meg lehet határozni mindegyik szereplőt. Egyébként ezzel a szemmel nézi az ember ezeket a klasszikus meséket, akkor stimmelnek a karakterek, és azért élnek túl ezek a mesék több száz vagy több ezer évet, ezek nagyon régi mesék, mert stimmelnek a karakterek. Nem egymáshoz idegen vonásokat rak egymás mellé a szerző, hanem, vagy a nép, a népmese, hanem teljesen stimmelnek, még tényleg az ábrázolás is. Na szóval nézzünk néhány tigris tulajdonságot, amennyiben megtalálom az ide vonatkozó papíromat, de szerintem megfogom. Ha sirkáról nem is, de Mici Mackó tigriséről azért tudjuk, hogy egy nagy vonalú valaki. Ugye? Tehát a tigris egyik tulajdonsága, hogy ő az állatok királya keleten, ugye az oroszlán szerepét tölti be. Tehát ő a legnemesebb, legerősebb, legkirályibb lény, akit a dzsungel tartogathat. Tehát ő lehet egy bölcs vezető, de lehet egy gonosz zsarnok is, mint sirkán. Lehet, hogy lesz dolgunk ilyen egyénekkel, el kell dönteni, hogy ki mellett tesszük le a garast, az legyen mindenkinek a saját döntése, minden esetre akár nem csak ilyen nagy politikai, hanem akár a saját kis életünkben is lehet, hogy lesz dolgunk zsarnokokkal, vagy bölcsvezetőkkel. Sőt, lehet, hogy neked kell eldönteni, hogy te melyik vagy. Zsarnokoskodsz magadon, vagy itt az ideje megcsinálni a saját, tegyük föl, vállalkozásodat. És saját magad főnökévé válni, saját magad vezetőjévé válni. Ugye? Hányan mondják nekem, hogy jaj, hát évek óta szeretném elkezdeni a saját kis kézműves vállalkozásomat, ehhez képest a helyi hulladékgazdálkodási főosztály hátsó irodájában szívok, mint a torkosborz. Ma is csak ketten mesélték ezt el. Hát lehet, hogy most van itt az ideje, hogy saját lábra álljunk. Ha valaki esetleg már szenior korú, tehát már régebb óta fiatal, akkor nekik is megvan a lehetőség arra, hogy saját maguk főnökeként valami nagyon jópofát valósítsanak meg, mint például a díjnyertes fánkok elkészítése, amiben most kaptam is egy portfóliónyit. Szóval sose lehet tudni, hogy te miben lehetsz vezető, vagy győztes. Lehet, hogy a sütisütő versenyben. Lehet, hogy itt az ideje, hogy a kézműves hobbid az mondjuk egy kiállításon megjelenjen, vagy megmutasd másoknak a mesekönyvet, amit írtál. Én nagyon tudom bíztatni az összes nagymamát, aki az unokának mesét talál ki, hogy írja le, legalább írja le a meséit. És volt már olyan, hogy könyv lett belőle, és én bevállaltam, hogy megcsinálom neki ajándékba a könyvborítót, hogyha ő összerakja a könyvet, és összerakta az illető. Nagyon büszke vagyok rá. Tényleg meg is jelent. Tehát a tigris tulajdonsága vezetőnek lenni, nagy vonalúnak, nagy lelkűnek, segítőkésznek lenni, bölcsvezetőnek, vagy éppen gonosz zsarnoknak, ezt neked kell eldönteni, hogy te mi szeretnél lenni, vagy ki mellé szeretnél állni. A tigris szereti a kalandokat, a váratlan, kihívást jelentő dolgokat. Lehet, hogy a ránk váró esztendő az fog hozni egy-két ilyen váratlan helyzetet, ahol elő kell szednünk a gyors helyzetmegoldó képességünket. Kalandok, váratlan dolgok. Ugye a kalandról azt kell tudni, vagy jó, vagy nem jó. És ez mitől függ? Tőled. Mit gondolsz róla? Itt van például az egyik ismerősöm, aki társat keresett éveken keresztül totál hiába. Tehát el tudtok képzelni a randi.hu-tól a Tinderig mindenhol is keresett társat, egy két gyerekes anyuka, nem talált. Aztán egyszer csak egy kisebb műtét miatt be kellett mennie a kórházba, és hát ugye ez megint a nem jó kaland kategória, elvileg, hogy hirtelen műteni kell. Ehhez képest, ahogy ücsörgött a váróteremben, egy férfi ült mellette, beszélgetni kezdtek, és a többi már történelem. Házasság lett, ritka jó házasságban élnek ők ketten, tehát
Ha akkor éppen őt nem műtik, és nem megy be a kórházba, és nem ül a váróterembe, soha nem találkozik ezzel a férfivel, akit szintén műtöttek, és szintén úgymond balszerencséje volt ezzel a kórházzal, de hát mit nevezünk balszerencsének, ugye innentől kezdve. Sose találkoztak volna különben. Tehát mindenféle kalandok lesznek, de hogy ez most jó, örömteli kaland vagy sem, az teljesen attól függ, hogy te mit hozol ki belőle. Hatalom, harcosság, megint csak az év kulcs szavai lesznek. Megint csak nem kell ezt nagyon messzire menni, hogy miről szól a hatalom és miről szól a harcosnak lenni. A tigris az imád harcolni, ez keresi a harcot. Sajnos. Ilyen a természete. Nagyon tudja az övéit védeni, gondolj az anyatigrisre. Egy anyatigrissel nem tudod leboltolni, hogy hát azzal nem lehet, az ham, tehát az megeszt, tehát nem lehet vele alkudozni csak úgy. Tehát lehet, hogy dolgod lesz a saját harciasságoddal, illetve a téged körülvevő embereknek a harciasságával, soha ne kezdjél ki anyatigrisekkel. Az fontos. És a szélsőségek, megint csak a tigris tulajdonságai. Ugye egyfelől bátor bölcs az állatok királya, másfelől egy agresszív vadállat. Ugye ez is mind a kettő lehet a tigris. Lehet egy nemes lelkű vezető, egy gonosz zsarnok, ahogy ezt már mondtam is. Tehát a lényeg, hogy mi a tigrisnek melyik, a sötét vagy a világos csíkjait nézzük-e, hiszen ugye tudjuk, hogy még a színe is ennyire szélsőséges a tigrisnek, hogy szóval fekete-fehér csíkjai vannak, vagy sárga-fekete csíkjai vannak. Tehát sötét és világos kombinációja. Tehát el kell tudni dönteni, hogy hova állsz, melyik oldalra, a sötét vagy a világos oldalra, de a legjobb, hogyha belül megtalálod azt a lelki békédet, ahol mind a kettő harmóniában megvan és megvan, mert az meg fogja mutatni, hogy merre van az előre. Tehát a belső békét megtalálni és a belső bölcsességet megtalálni, az különösen egyrészt feladat, másrészt óriási lehetőség előttünk álló esztendőben. És hadd mondjak el, én is egy tigrises mesét, én is készültem. Nem tudtam ad arról, hogy Julcsi készült vele, úgyhogy emiatt a végére tettem a mesét. Következőről a történet. Az állatkertből elszabadult egy tigris, és az őrök izgatottan nyargaltak utána. Három ember áldogált, beszélgetett az utcán, éppen a napsütésben. Az egyikük megpillantotta a tigrist, és a nyugodt csevegést megszakítva se szó, se beszéd futásnak ered. A barátai bambán néztek utána, aztán megjegyeztek, hogy hát ez a roham, ez a kiborulás tulajdonképpen már várható volt. Barátjuk mostanában, mintha teljesen megváltozott volna, talán idegorvoshoz kellene vinni. Ebben a percben a másik barát is megpillantotta a hosszú utca végén az egyre közelebb lépegető állatot. Egy tétova mozdulat után ájultan végigvágódott a földön. A tűző nap, ez megártott neki, gondolta a most már egyedül áldogáló ember. De ekkor a tigris a helyszínre érkezett. Emberünk felragadott egy vascsövet a mellette levő kőfal tetejéről, mert hogy épp egy új ház épült ott, és a hátát a falnak vetve felkészült a védekezésre. A jámbor hangulatban lévő tigris nem támadott ugyan, de a fal másik oldalán dolgozó emberek, akik semmit se láttak a tigrisből, kiabálni kezdtek. Lopják a csövet! Fogják meg a tolvajt! Az egyik embert idegbetegnek, a másikat gyenge egészségűnek, a harmadikat tolvajnak mondta hirtelen a környezete. Csupa, pontatlan ítélet. Ám ha valaki az emeletes ház ablakából figyel, és az események minden mozzanatát ismeri, tárgyilagosan vélekedhet mindhárom ember viselkedéséről. Szóval a tigris, az bennünk van. Mindenkinek megvan a maga személyes tigrise, és a mi személyes feladatunk az, hogy meg tudjuk ezt a tigrist szelídíteni. Tudunk-e belőle egy bölcs, erős, gyönyörű, nagy macskát csinálni? Mert hogy az? Szóval tudunk-e tigris idomárok lenni, vagy tigris szelidítők lenni? Meg tudjuk-e bennünk élő vadállatokat, és agresszív, és akár sötét erőket úgy szelidíteni, hogy abból valami jó süljön ki a végén, egy gyönyörű nemes, az erdő igazi királya, a tigris. Ez a tigris éjszakája. Úgyhogy mindenkinek nagyon sok sikert kívánok hozzá, hogy meg tudjuk szelídíteni belső tigriseinket, és talán ezzel a pár kulcsszóval, ami a ránk váró esztendőről szól, tudtam támpontokat adni, hogy egy kicsit nagyobb béke tudjon bennünk lenni, egy picit nagyobb megértés, egy picit nagyobb együttérzés, egy picit nagyobb harmónia, így vissza az ős tökéletesség, egység állapota, vagy ha úgy tetszik az üdvösség, vagy ha úgy tetszik a megvilágosodás állapota felé. Úgyhogy vigyázzatok magatokra, a szívetekre, és a bennetek élő tigrisre. Macska! Tehát
legyünk jobban ezzel a bizonyos tigrissel. Jó? Úgyhogy mindenkinek sok szerencsét, és sok erőt és kitartást kívánok ehhez. Köszönöm, hogy eljöttetek. Sziasztok!